Szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatóinkat. Krisztus főpapi szolgálatáról szóló harmadik részhez érkeztünk. Azt a címet adnám ennek az előadásnak, hogy mennyiben érint bennünket, mennyiben érint engem személyesen, tehát a személyes érintettségemet kérdezem meg ebben az előadásban. A kérdés a következő. Ha az ószövetségi szolgálatban az ember ilyen módon szabadult meg a bűntől, ahogy már a korábbi két részben is erről szó volt, vajon ma az új szövetség idejében élő ember hogyan szabadulhat meg? Hogy mehet le ez a bűnteher? Pál apostol azt mondja a Galáciabeliekhez írt levélben, hogy a Jézus Krisztus úgy iratott le, minthogyha ti köztetek, mondhatnánk azt, hogy előttetek, még közelebb hozva, érettetek halt volna meg. Vajon Krisztus keresztáldozatának a leírása mennyire jön közel hozzánk, amikor elolvassuk, amikor gondolkodunk róla, amikor úgy olvassuk el, hogy vajon ez egy értem hozott áldozat? Föl szoktam tenni azt a kérdést, hogy ha mi ott lettünk volna annak idején, amikor Krisztust megfeszítik, mi kik lettünk volna? A zsidók, akik feszítsmeget kívántak, és bújtották a népet, a tömeget, hogy Barabás pedig bocsássák el, és Krisztus pedig feszítessék meg? Vagy lettünk volna Annás vagy Kajafás helyébe, vagy Pilátus helyébe? Vagy az üvöltöző tömeg helyébe? Vagy a gyáván elfutó tanítványok helyébe? Vagy az áruló Péter vagy Júdás helyébe? Vagy esetleg a néző és bámuló, de a kereszthalált nem értő, de síró asszonyok helyébe? Kik lettünk volna? Vagy mi lettünk volna azok a hősök, mint ahogy korábban Péter, aki levágta Málkus fülét, mert Krisztus szerette volna megmenteni, úgy szerette őt. Krisztusnak meg kellett gyógyítani ezt a sebet. Nem lehetett, hogy ő lázadó legyen. Nem lehetett Péter sem lázadó. Azt mondta neki, hogy tedd hüvelyébe kardodat. Miért mondom ezt el? Miért értem ki erre? Azért, mert mi nagyon sokszor vagdalkozva keressük és szeretjük Krisztust. Nem úgy, ahogy ő a maga vonzó lényét akarná az emberhez közel hozni. A szeretetnek és a szabadságnak a Krisztusa az, aki nem erővel és hatalommal, hanem önmaga föláldozásával akarja kezelni a bűnt, odaadja magát. Mennyire látjuk ezt az odaáldozást, hogy ez értünk van? Mennyire éljük meg Krisztus áldozatát úgy, mint annak idején a zsidó, aki ráhelyezte ennek az áldozati báránynak a fejére a kezét, és így áthárította a bűnét. Vajon mennyire tudjuk Krisztusra áthárítani a bűneinket? Mennyire tudjuk kimondani előtte, megvallani előtte? De mi történik akkor, ha ez megtörténik? Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. versében, mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lett nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy hogyan mehetünk mi be a szentek szentjébe, és melyik szentek szentje ez a földi, hiszen az már nem áll. A jeruzsálemi templomot időszámításunk szerint 70-ben lerombolták. Nyilván itt Pál a zsidókhoz írt levélben már átirányítja a figyelmünket a mennyei szentek szentjére, de hát egy távoli, talán több milliárd kilométerre, és ki tudja hány millió fényévnyire van ide a menny. De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy jut egy ember
hogyan van bemenetele egy embernek a szentek szentjébe, abba a szentek szentjébe, ami a mennyben van. Azt olvastuk, hogy a Jézus vére által. Kapcsoljuk össze az ószövetségi áldozati bárány vérét jelképesen Krisztus kiontott vérével. Az áldozati bárány vére hova jutott be? A szentek szentjébe. Tehát Krisztus vére hová jut be? A szentek szentjébe, de a mennyei szentek szentjébe. Hogyan mehetünk be ide bizalommal? Azt olvassuk, hogy a Krisztus vére által. De ki megy oda be? Az ember maga? Azt látjuk, hogy maga az ember az udvarról a bárányáldozat bemutatása után elment. Mi köze volt az ószövetségben lévő zsidó embernek, aki az áldozatot vitte a főpapi szolgálathoz? Hogyan került kapcsolatba azzal a főpappal, aki csak évente egyszer ment be minden bűnök eltörlése véget? Úgy, hogy az őt terhelő bűnt és az őt terhelő bűnöket mindet odaküldte a főpapi szolgálat idejéig a szentek szentjére. Szemléletesen szeretném ezeket a gondolatokat kifejezni, de van még egy gondolat, van még egy területe az életünknek, amit említésre kerül. Lelkiismeret. Azt olvastuk az előbbi igéből, hogy mint akiknek a szíve tiszta a gonosz lelkiismerettől. Vajon van-e köze a lelkiismeretnek ehhez az egészhez, amiről eddig beszéltünk és gondolkoztunk? Igen, van. A törvény, amikor megszólal, rámutat a bűnre. De ha a lelkiismeretem nem jelez, akkor én nem ismerem el, hogy bűnös vagyok. Nem ismerem el a hibámat. Péter apostol az ő első levele 3. fejezetében, ott a 21. versében így ír erről. Mint keresztség, ami nem a testszennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret kérése Istentől, a Jézus Krisztus feltámadása által. Jézus Krisztusnak nem csak halála volt, hanem föltámadása is, ezért van reménységünk arra, hogy aki minden bűntől megtisztítatik. És ezt szintén Péter apostol mondja, de az apostolok cselekedetében olvasható prédikációjában, és itt Krisztusról beszél, amikor a föltámadást említi, hogy lehetetlen volt Krisztusnak a halálba maradnia. Lehetetlen volt az, hogy Krisztus a halál fogja maradjon. Szoktuk mondani hétköznapiasan, hogy halálbiztos. Egy kicsit ugyan játékosan, de kellő komolysággal szeretném azt említeni, hogy a halál nem biztos. Annak az életében, aki engedi magát, mint ahogy Józsua főpap, ott Zakariás könyve 3. fejezetében lévő látomásnál engedte magát, hogy levegyék róla a szennyes ruhát, engedte, hogy ünnepi ruhákba öltöztessék őt, ő neki látszólag úgymond semmit nem kellett tenni, de az a semmit tevés, ez mégis cselekvés volt, ezt úgy mondanánk ezt a cselekvést, hogy engedte. Engedte, hogy elvégezzék rajta. Engedte, hogy megtisztítsák. Nekünk nagyon nehéz engedni. Nagyon nehéz észrevenni és engedni Krisztusnak ezt a megtisztító munkáját. Rögtön egy nagyon kis példa által szeretnék rátérni, hogy hogyan is megy ez végbe, de mit is mondtunk Péter gondolatai alapján? Azt, hogy a haláltól való félelem miatt mi rabok vagyunk az egész életünkben, de a halál nem biztos. Az élet, az biztos. És azt mondja Péter apostol, hogy aki a bűntől hagyja magát megtisztítani, aki engedi magát megtisztítani a Krisztus vére által, azt a halál nem tudja a fogságban tartani. Lehetetlen, hogy ott maradjon. Föl fog támadni igazság szerint. Mi közöm van tehát nekem a mennyei szentek szentjéhez?
Erről beszél máshol is a Biblia. Beszél Jelenések könyve 11. fejezetének a végén, a 19. versben, ahol János apostol is látta megnyílni a mennyben az Isten templomát, és a templomban látta a szövetség ládáját. Tehát a mennyei és a földi egymáshoz kapcsolódik, a földi a mennyeinek a másolata, a földi mintázza a mennyeit. Ha én az Isten erkölcsi törvényével összhangban szeretnék élni, ahogy Jézus mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak igazzá válni, megigazulni, akik a törvényt betöltik. Nem megtartják emberi erővel, ezt nem lehet, de betölteni, hogyha engedem magamat szabadítani a Krisztus vére által, és ha engedem, hogy az én hibáim helyett Krisztus jellemvonásai rajzolódjanak ki és nyilatkozzanak meg, akkor ha én ezt engedem, akkor Krisztus elvégzi ezt a munkát. Hogyan végzi? Úgy végzi, ahogy Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Mit jelent ez a kép? Miről szól ez? Azt mondja, hogy egy bűnnel terhelt élet, egy szennyes ruhával fertőzött élet, ahogy látjuk Máté 22. fejezetében lévő példázatnál, amikor Krisztus bejön, hogy megtekintse a vendégeket, és megkérdezi, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, nem lesz módunk mást felelni, csak az, hogy hallgatunk. A felkínált igaz életet lehet elfogadni, és lehet visszautasítani, szabadságunkban áll. De ha Krisztus visszajön, ahogy megígérte, mit mondhatunk védelmünkre? Miért nem vágytunk igaz élet után? Miért nem vágytunk arra, hogy a hibáinktól szabaduljunk, és a másokat bántó, sértő, fájdalmat okozó tulajdonságainktól megváljunk? Mit fogunk mondani? Nem lesz szó a szánkon. Mit csinál Krisztus a főpapi szolgálat idején? És mit tesz velünk? Azt olvassuk Malakiás könyvében, hogy ő ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. Emlékszem, régebben volt egy beszélgetés, és a beszélgetés vezető mutatott nekünk, a mi csoportunknak egy tojás nagyságú fekete követ. Rapcsos volt, és ilyen rapcsosan fekete, szürke, és azt kérdezte, hogy tudjuk-e, hogy mi ez. Mindenki, aki ránézett erre a fekete kőre, ennyit mondott, hogy ez egy kő. És kérdezte, hogy és milyen? Hát látjuk, hogy fekete. Miből van? Azt nem tudjuk. És találgattunk, hogy ott miből lehet. És azt mondta ez a tanító, a csoport vezetője, hogy ez arany. Mindenki elmosolyodott, hogy hát egy fekete kőre hogy lehet azt mondani, hogy arany, amikor látjuk, hogy fekete. És itt mondta el azt a példát, hogy ez egy olyan aranyrög, amelyiket berakták a tűzbe, és a benne lévő salakanyag kiült a felszínre. És úgy elgondolkoztunk, és én is elgondolkoztam, mert akkor már úgy kutattam és gondolkoztam ezeken a kérdéseken, amiről most szólok, és úgy eszembe jutott, hogy persze, mit is tesz az emberrel Krisztus? Ő ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, de mit ábrázol ez a kép? Azt mondja Krisztus Jelenések könyve 3. fejezete 14. versétől kezdődő úgynevezett laodíciai levélben, az egyik gyógyszer, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ezzel azt kínálja föl, hogy legyen igazi tiszta hitünk, ami a tűzben, a próbákban is megedződhet. De mi történik a próbákban?
Sokszor, amikor próbák és nehézségek jönnek, akkor mi elesünk, hibát követünk el. És amikor jön egy nehéz helyzet, valaki olyan helyzet elé állít, ahol felszínűen valami hibánk, vagy egy körülmény, vagy éppen csak egy ember kapcsolódik hozzá, akkor általában haragszunk a helyzetre, a körülményre és az emberre. Pedig mi is történt? Hogyha megértjük Malakiás könyvének ezt a harmadik fejezetét, és ebben ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy ha van Isten, és ha ő gondot visel rólunk, hogyha ő tanítani, nevelni, jobbá tenni, akár feddeni akar bennünket, belenged különböző élethelyzetekbe. És a különböző élethelyzetek nem arra valók, hogy minket bosszantsanak, hogy háborogjunk ellenük, hanem mire való az élethelyzet? Hogy az a fekete salak, ami bennünk van, az a felszínre jöjjön. Kibudjan, meglátszik nekem is, a másiknak is, és csak azt látja a másik, hogy én fekete vagyok. A bűnöktől, a hibáktól, amiket elkövettem. De mit olvastunk Malakiás könyvébe? Hogy megtisztítja és fényessé teszi őket. És elmondta ez a tanító, hogy ezt a fekete követ, amit mi feketének látunk, ez csak a felszínén fekete, de ezt a fekete követ az aranyműves lecsiszolja, mert a bensejében már nincsen salak. Kiült a felszínre, és onnan már könnyű eltávolítani. Hát melyik bűntől könnyű minket megszabadítani? Amit senki nem lát, de bennünk van, vagy amit a másik is észrevesz, és a felszínre jött? Melyiket tudjuk könnyebben megbánni? Gondoljunk erre életszerűen. És gondoljunk arra is, ahonnan egy kicsit elágazást tettem, a lelkiismeretre. A lelkiismeretről is azt mondja a zsidókhoz írt 9. fejezetében Pál, hogy az ószövetségi áldozatok nem voltak képesek lelkiismeret szerint igazzá tenni a szolgálattevőt. De ezt mondja a 14. versben, hogy mennyivel inkább Krisztusnak a vére. Mit mond itt Krisztus véréről? Megtisztítja a mi lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Így mondanám csak leegyszerűsítve, hogy a lelki ismeretünk jól működjön, jelezzen olyan módon, ahogy a törvény mutat rá. Mert hiába mutat rám a törvény, hogy vétkes vagyok, hogyha én nem érzem, nem jelez a lelki ismeretem, nem kapok belülről ösztönzést, hogy igen, ez rossz. Péter apostol tehát azt mondja, hogy a megtérés, a keresztség az nem a test szennyének a lemosása, hanem jó lelkiismeret kérése Istentől. Tehát a főpapi szolgálatban a lelkiismeret megtisztítása is igen fontos. Talán most már összeáll a kép. Látjuk végül azt, hogy Krisztus egy különös embercsoportot, különös népet szeretne készíteni. Olyat, akik igazságban visznek ételáldozatot az Úrnak. Az ételáldozatot mindig megelőzte a bűnért való áldozat. Az ételáldozat az már a hálának volt a kifejezése az Ószövetségben. És azt mondja, hogy a hálát már igazságban viszik. Nem bűnnel fertőzötten. És ezt is mondja a Biblia, hogy Krisztus, amikor másodszor visszajön, bűn nélkül jelenik meg. Nem azért, hogy magunkra vegye a bűneinket, hanem azért, hogy minden bűnünket odahárítva a mennyei szentek szentjére eltörölje azokat. Néhány záró gondolattal szeretném befejezni ezt a harmadik előadást is. Egy szemléletes képet használnék arra vonatkozólag, hogy hogyan is történik ennek a főpapi szolgálatnak a befejezése. Hiszen egy komoly kérdés jelenik meg bennünk, hogy mikor fogja ezt Krisztus befejezni, meddig fog ezt tartani. Sokszor nem is értjük, hogy Péter apostol az ő levelében miért mondja azt, a második levele harmadik fejezetének a 9. versétől, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. Nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És
Néhány gondolattal később találjuk meg a harmadik fejezetnek a 14. versében azt, annak okáért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Mit olvastunk itt Péter apostolnál? Hogy ő nem késik el az ígérettel, ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. Talán ha megértettük, hogy Krisztus ezt a főpapi szolgálatot nem azért végzi, hogy elveszítsen, hanem hogy megtartson, és hogy mindenkit megtartson. Ő nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hiszen hogyha azt az árat, az ő élete árát odaadta, mi módon ne akarna még inkább örök életet adni? Szoktam is ezt kérdezni, hogy vajon ki szeretne jobban örök életet nyerni? Én? Vagy pedig Krisztus szeretne nekem jobban örök életet adni? Ő azért vár, mert könyörülni akar. Arra vár, hogy minden bűntől megtisztítottak legyünk, hogy engedjük át, helyezzük rá az ő kiontott vérére minden bűnünket, és küldjük el a mennyei szentek szentjébe, amiről mit is olvastunk a zsidókhoz írt levél 10. fejezete 19. versétől induló szakaszban. Azt, hogy ez egy élő út. Ha mi be akarunk menni a mennyei szentek szentjébe, ezt egy vér, egy kiontott vér útján tehetjük meg, a bűneink odaküldése által, amikor letérdelünk, amikor imádkozunk, amikor megvalljuk a bűneinket, és hű és igaz, hogy ő megbocsátja és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ahogy Mózes 3. könyvében is olvastuk, minden bűnötöktől megtisztultok. De hogyan? Nem megy egyedül, csak az Úr előtt, csak az ő jelenlétében, ahogy Zakariás könyvében, Józsua főpapnál látjuk. És mi történik velünk? Az történik, és az történhet, hogy mi hitben elkísérjük Krisztust, aki a mennyben van, de hitben, gondolatban, lélekben, mintha az ő vére által a mi bűneinket oda küldve szeretnénk kérni tőle, hogy minden bűnünktől tisztítson meg, és szeretnénk ezt az ő jelenlétében megélni. Vajon el tudja végezni Krisztus ezt a munkát? Vajon tényleg igaz ez az igei ígéret, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt? Vagy ez csak egy emberi magyarázat és elképzelés, és ez nem mehet végbe? De hát Krisztus ezért végzi ezt a szolgálatot. Lehet, hogy még nem volt ilyen tapasztalatunk. Lehet, hogy nem ismerünk olyan embert, akinek lett volna ilyen tapasztalata. De hát kinek hiszünk? Az elrontott életnek, a beteg tapasztalatainknak, vagy annak az isteni ígéretnek, amelyik azt mondja ki, hogy lehetséges minden bűntől megtisztulni az Úr előtt, ha engedjük. Utolsó két gondolat, mikor fejezhető be ez a főpapi szolgálat? Meddig fog tartani, ahogy már korábban is föltettem ezt a kérdést? Akkor fejezhető be, hogyha már nincs több odahárítandó bűn. Különösen ez a gondolat, de nem Krisztus tehet róla, hogy még nem fejeződött be ez a szolgálat, hanem mi emberek, akik még várakoztatjuk őt, mert talán még van mit odahárítani, még adnánk neki munkát, eltörölni valót, és ő azért vár, hogy mi ne elvesszünk, hanem a mennyei főpapi szolgálata által eltöröltessenek a mi bűneink, és örök életet nyerhessünk. Mert az örök életbe nem megy be semmi tisztátalan, ahogy a Szentírás utolsó lapja erről beszél. Még egy kérdés, hogy tegyek föl zárásképpen. Vajon kapunk-e ösztönzést, késztetést, és ha igen, miből és honnan erre, hogy minden bűntől megtisztított emberek lehessünk. Sőt, hangsúlyozom azt is, hogy nem csak minden bűntől megtisztulásra van szükségünk, nem csak valami ellenvaló küzdésre, hanem aki gyönyörködik Krisztus jellemvonásában, aki szereti őt.
annak az életében Krisztus kiábrázolódik, aki az ő lényének a vonásait csodálattal nézi, aki látja, hogy kihez hogyan közelített, a helyzetekben hogyan nyilatkozott meg, annak az embernek nem csak nem lesz bűne, hanem ahogy a Biblia fogalmaz, kiábrázolódik benne a Krisztus. Nem lehet, hogy az az ember elvesszen, akiben ez a munka elindult, és be is fejeződik. És egy különös történelmi időszak az, ami Krisztus második eljövetele előtt van. Újra fölteszem a kérdést tehát, hogy ebben az időszakban mi késztethet bennünket arra, hogy ez a minden bűntől való megtisztulás végbe menjen. Két dolog, két területe van ennek, két alapvető indítékot mozgató területe van. Az egyik maga a Krisztus keresztáldozata, a keresztáldozat. Az, hogy meggondoljuk azt, hogy ha valaki meghalt értünk, akkor úgy tekintek az én életemre, mintha meghaltam volna. De ha mégis élek ennek ellenére, akkor ezután nem magamnak éljek, hanem annak, aki értem meghalt. Hiszen mennyit ér egy ember? Annyit, amekkora árat fizettek érte. Talán nehéz kimondani, hogy annyit érsz, mint Krisztus. Bátor ez a mondat, de meggondolandó. Vajon így becsüljük-e az életet? Így becsüljük-e az Istentől kapott életünket? Mi ez a motiváció tehát? Krisztus keresztáldozat, ami a szeretetének a bizonyítéka. Ne legyen, hogy hiába halt lett volna Krisztus értünk. A másik nagy indíték és belső motiváció a megtisztulásra pedig, pont amit már említettem is korábban, Sátán is ott van ebben az egész nagy küzdelemben, mint vádoló, ami atyánk fiainak vádolója. Vajon igazak-e a vádjai? Elkövettem hibákat? Elkövettem olyan tetteket, ami miatt van oka engem Sátánnak vádolni? Ő vet rá, tudja, hogy mi az. Van oka? És védhető vagyok? Mondhatja bárki azt, hogy ez az ember nem bűnös, noha az vagyok. Mondhatja bárki azt, hogy ne vádold őt, ez nem igaz. Mikor igaz? Mivel vádolta még Sátán Krisztust a földi életében az emberek által? Azt mondták az emberek, hogy hát ez nem igaz ez a Krisztus, ez bűnösöket fogad magához. Ez a vágya Sátánnak talán máig is hangzik. Igaz lehet rám nézve, másra nézve, hogy ez bűnösöket fogad magához. Igen, magához fogad Krisztus bűnösöket, de megtisztítja a Lévi fiait, hogy igazsággal vigyenek ételáldozatot az Úrnak. Hol van a motiváció ebben? Vajon akit én szeretek? Krisztus. Krisztust értem, joggal vádolja Sátán? Vagy pedig jogtalanul, mert én engedtem már magamat minden bűntől megtisztítani azért, akit én szeretek, és aki úgy szeret engem, hogy az ő életét adta érettem, miért engedem, hogy miattam vádolják őt? Gondoljunk egy kicsit egy szeretetteljes baráti kapcsolatra. Amikor az egyik fél hibája miatt a másikat éri a vád. Az én bűnöm miatt azt mondhatja Sátán Krisztusnak, ezt az embert nem ajándékozhatod meg örök élettel, hiszen bűnnel terhelt az élete. Vajon ekkor Krisztus mondhatja azt, hogy igen, az volt, de már engedte magát minden bűntől megtisztítani. Én kívánom azt mindannyiunknak, magamnak is, és önöknek is, akik ezeket a kérdéseket meggondoljuk, sőt, javaslom a tovább gondolást, a tovább kutatást, van a Szentírásban ennek még további mélysége is, és még nagyobb szélessége, és hosszúsága, és szépsége, de talán a vázát sikerült elmondanom, a hangsúlyát sikerült kifejeznem, kívánom mindannyiunknak azt, hogy engedjük magunkat minden bűntől megtisztítani.